Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Kérem, foglaljanak helyet. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, köszöntöm Önöket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nevében. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterurat és Koltai András urat, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát. Külön köszöntöm az ünnepség elnökségében helyet foglaló dékánokat, Schmuck Péter urat, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok kar dékánját, Pohl Árpád dandártábornok urat, a Hadtudományi és Honvédtisztképző kar dékánját, Ruzsonyi Péter büntetésvégrehajtási dandártábornok urat, a Rendészettudományi kar dékánját, és Bíró Tibor urat, a Víztudományi kar dékánját. Köszöntöm továbbá a tanácsadó testület tagjait, a társegyetemek rektorait, rektorhelyettesei, dékányait, az országos hatáskörű szervek és együttműködő partnereink képviselőit. Köszöntöm a megjelent tábornokokat, államtitkárokat és helyettes államtitkárokat. Köszöntöm továbbá egyetemünk vezetőit, oktatóit, valamint a hallgatókat és a sajtó képviselőit. Kedves vendégeink, most pedig felkérem Koltai András rektor urat köszöntőbeszédének megtartására. Tisztelt miniszter úr, miniszterhelyettes úr, államtitkár urak, vendégeink, egyetemi munkatársak és mindenekelőtt kedves hallgatók! Szeretettel köszöntjük egyetemünk új hallgatóit. Önök egy új közösség tagjaivá lesznek, és egyénenként, saját személyiségükkel, egyéni értékeikkel gazdagítanak majd minket, és gazdagodnak mások által. Egyén és közösség viszonya sajátos módon jelentkezik ezen az egyetemen. Önök, új hallgatóink velünk együtt a haza szolgálatára szegődtek, ezzel egyértelmű értékválasztást tettek. A Kárpát-medence kisebb és nagyobb magyar közösségeit szeretnék szakmai pályafutásuk alatt szolgálni. Beszéljünk a családról, egy baráti társaságról, munkahelyi közösségről, egy település lakóiról, vagy tágabban a magyar nemzet egészéről.
A közjó gyarapításának szándékával békében összefér az egyéni szabadság értékének elismerése is, amelyet az államigazgatás, a rendvédelem vagy a honvédelem területén fognak védelmezni és biztosítani honfitársaik számára. A közösség értékét és az egyéni szabadságot saját magukban is egyszerre óvják és erősítik. Az egyetem fő dolga, hogy az önökben rejlő képességeket segítsünk kibontakoztatni, a lelkükbe épült értékeket pedig tovább erősítsük és mélyítsük. Az egyetemekre egyszerre jellemző a tradíció tisztelete és a modernség, az állandó megújulás kényszere. Az egyetem a legmaradandóbb emberi alkotások közé tartozik, a középkor óta velünk élő eszme. Nem a kövek teszik maradandóvá, mint az egyiptomi piramisokat, hanem a szellem, amely generációról generációra öröklődik, és amelyet a nagy történelmi kataklizmák sem robbantottak meg. A mi egyetemünk elődje a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia, amely valaha itt működött az Orcikertben, és amely a magyar nyelvű tisztképzés ügye által a magyar függetlenségi törekvések és autonómia igény egyik szimbolikus intézményévé vált 1808-ra visszanyúló kezdetei óta. Egyetemünk értékrendjében világosan elkötelezett. A tudományosság szigorú mércéi, a független magyar államiság, az európai kulturális hagyományok irányában. Mi vagyunk Magyarország, és mi vagyunk Európa. És persze mindazok, akik velünk, mellettünk élnek e helyen, ebben az országban, a Kárpát-medencében vagy e kontinensen, és akikkel azonos gyökérzetből nyerjük éltető erőnket. A világot látni kell és meg kell ismerni, az egyetem dolga ehhez ajtókat nyitni, de azt szeretnénk, hogy önök itt Magyarországon találják meg boldogulásukat. Magyarország Európában van, Európa itt van, itt is van. Az önök munkája által lesz ez a föld gazdag, erős és marad békés. Miénk a katedrálisok Európája, a római jogé, a hatékony és polgárai jólétére ügyelő államigazgatásé, a keresztény humanizmusé, a reneszánsz művészi gazdagságának, a felvilágosodás tudományos vívmányainak Európája. És persze miénk a háborúk és népirtások, a totalitárius diktatúrák, a jövőre 100 éve szétszabdalt történelmi Magyarország Európája is. Ebből az örökségből kiindulva kell a magunk egyéni és közösségi értékrendjét meghatároznunk és a mindennapokban megélnünk. A tradíció mellett a modernséget is képviselnünk kell. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, bár jogelőd intézményei mind-mind tekintélyes múlttal rendelkeztek, 2012-es indulásával még mindig újnak számít, az eltelt évek történelmi távlatban csupán szempillantásnak tekinthetők. Így akik e tanévben kezdik meg tanulmányaikat, még a kezdeti építkezés munkálataiba kapcsolódnak be. Szükségünk van önökre és önöknek ránk, egy csapatot alkotunk és egymásra vagyunk utalva. Feladatunk pedig a 21. század modern magyar államának, társadalmának, egyes közösségeinek és a körülöttünk élőknek az erősítése, gazdagítása, tovább éltetése. Önök azért vannak itt, hogy választott területükön a jövő vezetői legyenek, akár a közigazgatásban, parancsnokként a honvédségben, vagy valamelyik rendvédelmi szerv kötelékében. Az is lehetséges, hogy végül a privát szférában találják meg szakmai kiteljesedésüket. Ehhez sok tanulásra, elmélyült tudásra, anyanyelvük és idegen nyelvek kiváló ismeretére, elhivatottságra, alázatra lesz szükségük. De őrizzék meg Teleki Pál miniszterelnöknek halála előtt pontosan egy hónappal, vészterhes időben mondott szavait, amely ezen képességek elé egy másik, fontosabb értéket helyez. Idézem. A nemzetet vezetni kell, és a vezetésre a nemzetnek az elitje hivatott. Az elit nem jelenti a különösebben tanultakat vagy a fővárosban lakókat. Helyesen egyáltalán nem jelenti azt, amit képzettség alapján szoktak elitnek nevezni, még kevésbé azt, amit a ranglétra és a rangsor alapján neveznek elitnek. Az elit az erkölcsnek az elitje, a tudásé, a feladat elitje. Idézet vége. Önöket ilyen értelemben is szeretnénk Magyarország jövőbeni elitjeként látni, és majdan e reményekkel szeretnénk önöktől búcsút venni.
18-20 évesen újdonsült egyetemistaként mellbevágó, letaglózó lehet a nyitány, felelősségük és kötelezettségeik, az önökkel szemben támasztott elvárások felemlegetése. De nem csak azért vannak itt, hogy ezeket vállalják, és ezeknek eleget tegyenek. Önök mindenek előtt fiatalok és egyetemisták. Azért vannak itt, hogy gólokat lőjenek a sportpályán, sört igyanak az út túloldalán található Ludovika sörözőben, szerelmesek legyenek csoporttársukba, olykor reménytelenül, másszor beteljesülten, barátságokat kössenek, könyveket olvassanak, amelyekre már soha nem lesz ennyi idejük, beszélgessenek és vitatkozzanak egymással. Megérezzenek és megértsenek valamit a világból, annak komplexitásából, megtalálják benne saját helyüket. Mi, akik már jócskán magunk mögött tudjuk egyetemista éveinket, pontosan tudjuk, hogy nem a tanórákra és a kötelező foglalkozásokra fognak legélesebben emlékezni majdan, évek, évtizedek távlatából. De amit itt fognak átélni a következő években, az csak itt, csak most, és csak egyetemi keretek között élhetik át. Használják ki az időt, fogadják el tőlünk a segítséget, és dolgozzunk együtt, közösen, mindannyiunk üdvére. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, rektor úr, ünnepi gondolatait. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, a folytatásban az egyetemi hagyományokhoz híven az elsőéves hallgatók fogadalomtétele következik. Megkérem a hallgatókat, fáradjanak a színpadra. A fogadalmat Krózser Martin, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar hallgatója mondja elő, a karokat képviselő 4 hallgató kíséretében. A fogadalomtétel után a hallgató képviselői a fogadalom általuk aláírt példányát átadják Gulyás Gergely miniszter úrnak. Kérem a résztvevőket, hogy a fogadalomtétel idejére álljanak fel. Én, Krózser Martin, fogadom, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatójaként Magyarország alaptörvényét, jogszabályait és az egyetem belső szabályzatait megtartom, tanulmányi kötelezettségeimnek legjobb tudásom szerint tisztességgel eleget teszek. Az egyetem hagyományait és jó hírnevét megőrzöm. Mindenkor az egyetem hallgatójához méltó magatartást tanúsítok. Vezetőim, oktatóim, hallgatótársaim és az egyetem dolgozói iránt mindenkor tisztelettudó magatartást tanúsítok. Kitartó szorgalommal és példamutató fegyelemmel arra törekszem, hogy az oktatott ismereteket elsajátítsam, sokoldalú és magasan képzett szakemberré váljak, tudásomat Magyarország és a közszolgálatába állítsam, a jog és az igazság védelmére, hazám és nemzetem javára fordítsam. Isten engem úgy segéljem!
Köszönjük szépen a hallgató közreműködését, kedves vendégeink, foglaljanak helyet. Most pedig tisztelettel felkérem Gulyás Gergely miniszter urat ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt rektor úr, tisztelt dékán urak, tisztelt államtitkár urak, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatók! Egy ehhez hasonló, egy ilyen ünnepi rendezvény kezdetén mindig érdemes előre és hátra néznünk. Érdemes számba vennünk, hogy honnan jöttünk, hová érkeztünk, és mi az, ami az egyetemi kapuk kinyíltával lehetőségként megnyílik most előttünk. Mit ért az eddig elvégzett munka, mire vagyunk hivatottak? A munka kezdetén látni kell azt is, merre indulunk, mit vállalunk, és mi mindent kell megtenni a sikerért, és egyáltalán mit jelent a siker. Olyan utat folytatnak most, amely már jóval önök előtt kezdődött, és még az önök pályafutása után is, reméljük, hosszú évtizedeken, vagy akár évszázadokon át folytatódni fog. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzeti intézmény, amelynek elődjét sok nemzedék erőfeszítése és áldozatvállása hozta létre. Azok a férfiak és nők, akik példaként szolgálnak az önök számára, jó és rossz időkben, a 20. század két világháborútól, forradalmaktól, deportálásoktól és diktatúráktól terhes évtizedeiben is megtették, amit hivatásuk, a haza és a nemzet szolgálata megkívánt tőlük. Emlékeznünk kell most arra is, hogy a rendszerváltoztatás 30. évfordulóját ünnepeljük. Ez az az időpont, amelytől a közszolgálatára hivatott intézmények 40 év internacionalizmust hirdető diktatúrája után ismét maradéktalanul a nemzet szolgálatába állhattak, hiszen a szovjet befolyás összeomlása óta Magyarország a saját kezébe vehette sorsát. Azóta az államnak lehetősége nyílt a nemzeti érdek érvényesítésére, a világban szétszólódott magyarság szolgálatára. Önök arra készülnek, hogy ennek a munkának, ennek a hivatásnak a részesei legyenek. Tisztelt egyetemi polgárok, fontos ezen a mai találkozáson is végig gondolni, hogy ezt az utat közösen is meg kell tennünk. Mindenkinek saját erejét, képességét, tudását, a neki adatott lehetőségeket felhasználva. Az egyetem mind célját, mind mindennapi gyakorlatát tekintve azonban közösségi műfaj. Az univerzitás tagjai az úton közösen, jó esetben egymás segítve jutnak előre. Mitől lesz jó egy egyetem? Természetesen az oktatóktól, az oktatástól, de nagyon sokat számít a kampusz is. A Ludovika kampusz minden szempontból egy első osztályú kampusz, hogyha a múltját tekintjük, akkor szinte páratlan, hogyha a jelenét tekintjük, akkor is az újonnan létrejött infrastruktúrális adottságait tekintve nem csupán idehaza, de nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét. Minden, ami itt történt, jó példa nem csupán egy egyetemi kampusz felépítésére, hanem egy város rész rehabilitációjára is, arra, hogy az egyetem megújulása miként tudja átalakítani közvetlen környezetét. A Ludovika közparkja a játszóterekkel, sportpályákkal már most is érzékelhető, kézzelfogható komoly változást hozott a városrész életébe. Köszönet azért, hogy a 8. kerületi önkormányzattal és a fővárosi önkormányzattal való szoros együttműködésben mindez megvalósulhatott. A kampuszok megújítása, a 21. század követelményeihez alakítása ezért is fontos és példamutató, a Ludovika történelmi hagyományaira tekintettel pedig egy olyan patinás intézményt jelent, amelyben öröm, megtiszteltetés és büszkeség hallgatónak lenni. Ennél is talán fontosabb az egyetemi oktatás minősége. Az, hogy önök naprakész és jól használható tudást kapjanak, ahhoz a nagy és bonyolult rendszerhez való hozzáférésben, amelyet a magyar állam és majd később az állami szolgálat jelent. Az idei esztendő legfontosabb változás az egyetem életében, hogy az államtudományi és közigazgatási kar, valamint a nemzetközi és európai tanulmányok kar, államtudományi és nemzetközi tanulmányok kar néven egyesül.
Abban bízunk, hogy az új kar megőrzi az eddigi eredményeket és erősségeket, megtartja elődei szakmai és képzési portfólióját, másfelől pedig, mint minden jól sikerült egyesüléstől, szinergiákat várunk. A 21. század magyar közigazgatási vezetőinek átfogó tudással kell rendelkeznie a nemzeti és európai, mondhatnám nemzetközi ügyekről egyaránt. Az oktatók szerepe kiemelt fontosságú, nagy elkötelezettséget kívánó hivatás az övék. Nem lehet sikeres a tanár, hogyha nem sikeres a hallgatója, és azt is talán mondhatjuk, hogy egy évtized múlva alig, ha lehet színvonalas magyar közigazgatás, ha nem sikeres a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Ezért tartjuk számon azokat, akik oktatóként sokat tettek az egyetem eddigi életéért, ahhoz, hogy az integráció során az elmúlt években eljusson oda, ahova ez idáig eljuthatott. Ezért is mondunk ma köszönetet Janza Frigyes nyugalmazott rendőr vezérőrnagynak, mindazért, amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáért és sikeres működéséért tett. Az egyetem sikerességének legfontosabb feltétele mégis a hallgatók elkötelezettsége. Igényességük önmagukkal, munkájukkal szemben, alázatuk a pálya, a szolgálat iránt, amelyre készülnek. Ugyanilyen fontos a közösségi élet minősége. Az egyetemen elsajátítható tudás olyan hivatásokhoz segít hozzá, olyan pályán indít el, amelyben a bajtársiasság és a csapatszellem később is kulcsfontosságú lesz. És végül ne feledjék, amelyre rektor úr is utalt, az egyetemi évek az emberi élet legjobb évei, ezért aztán az önök előtt álló 4-5 éves időszak mindenki számára maradandó emlékek lehetőségét hordozza magában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közösségének munkáján az ország szempontjából is sok múlik. A jó állam nem teremthető meg azok nélkül, akik a jog és az igazság iránt elkötelezetten, bátran és hozzáértően állnak a szolgálat elébe. Éppen ezért számíthatnak a magyar államra és számíthatnak a magyar kormányra, akik szolgálatukat életük árán is, életük kockáztatásával is, legjobb tudásuk szerint végzik, azokat megbecsülés illeti meg. Megilleti a tisztelet és az elismerés, és az ezzel természetszerűleg együttjáró, kiszámítható életpálya is. Ha azokra a változásokra gondolunk, amelyek a közszolgálatban és a Közszolgálati Egyetem házatáján 2010 óta történtek, akkor minden okunk megvan arra, hogy bizakodva nézzünk a jövőbe. Mégiscsak az első lépéseket sikerült megtenni az integrációval, önökön múlik, a most egyetemi időszakokat megkezdő hallgatókon is múlik, hogy milyen lesz a folytatás. Nagy feladatok állnak előttünk, közös nagy feladatok, hogyha ez az ország a 21. század nyertese kíván lenni, akkor nem csupán egyénekként, hanem közösségként, magyar közösségként is boldogulnunk kell mindannyiunknak. Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy ezen az egyetemen mindenkiben tudatosuljon, mindenki számára egyértelmű legyen, hogy ez az ország az otthonunk és a hazánk. Ezért nem mentünk el innen, ezért akarjuk itthon felépíteni azt a világot, amelyben jól lehet magyarként élni. Jobb, élhetőbb, több lehetőséget kínáló országot szeretnénk létrehozni mindenki számára. Az, hogy milyen lesz a jövő, nem tudhatjuk. Látjuk a feladatokat, amelyek meghatározzák az előttünk álló éveket, ilyen a digitalizáció világának folyamatos kiépülése, hogyan őrizhetjük meg egyén és közösség szabadságát és biztonságát ebben az új világban. Miként találjuk meg helyünket a 21. század átalakuló hatalmi rendszerében, miként tudjuk megújítani a magyar államot, miként tudjuk újjáépíteni Közép-Európát és megerősíteni a visegrádi együttműködést, még akkor, hogyha a tegnap esti élmények után fájdalmasan nehéz is erre gondolni. Ezekből a feladatokból önöknek is jutni fog egy jelentős rész. Önökön múlik, hogy mekkora részt tudnak betölteni, mit tudnak hozzátenni közös nemzeti törekvéseinkhez. Tisztelt egyetemi polgárok, új év, új kezdet, új lehetőségek, új feladatok, új remények, egyénileg és közösségileg egyaránt. Azt kívánom önöknek, hogy legyenek sikeresek ebben az évben is. Köszönöm a figyelmet.
Miniszter úr, köszönjük szépen az ünnepi gondolatokat. A folytatásban a Katasztrófa Védelem Központi Zenekarának műsora következik. A 25 tagú zenekar a magyar történelmi, illetve közép-európai fúvószenekari hagyomány szellemében tevékenykedik. Különböző látványos tűzoltó és más rendezvényeken vesznek részt rendszeresen, mint menetzenekar. A klasszikus magyar szerzők Erkel, Liszt, Kodály, Bartók közismert művei mellett a kortárs zeneszerzők alkotásait műsorukra tűzik, ugyanúgy, mint a népszerű operettet, musical, tánczenét, filmzenét, valamint a modern nyugat-európai, illetve észak-amerikai műveket. A zenekar előadásában Lehár Ferenc, Luxemburg Mars és Henry Purcell Abdelazar Suite 3-as és 4-es tételét hallgathatjuk meg. Kérem, fogadják őket szeretettel. Hölgyeim és Uraim, a Katasztrófa Védelem Központi Zenekarának műsorát láthattuk, hallhattuk. Köszönjük szépen Dóra László tűzoltó alezredesnek, a zenekar karmesterének, illetve a zenekar tagjainak a színvonalas előadást. Most pedig elismerés átadására kerül sor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szenátusának 37/2019-es számú határozatában díszpolgári címet adományozott Janza Frigyes nyugállományú rendőr vezérőrnagyú részére. Az elismeréssel szakmai tevékenysége és az egyetem érdekében végzett elhivatott munkája iránti nagyra becsülésünket fejezzük ki. Janza Frigyesnek elévülhetetlen érdemei vannak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapításának előkészítésében, fejlesztésében és működési feltételeinek megszilárdításában. A Belügyminisztérium képviselőjeként kezdetektől fogva tagja a fenntartói testületnek, később tanácsadó testületnek, valamint a testületben több ciklusban ügyvivő szerepet is betöltött. Az integráció szemlélet a közös értékek és érdekek elkötelezett képviselője, az egyetem építésének fáradhatatlan támogatója.
meghatározó szerepet játszott a rendészettudományi képzés megújulásában és számos új szak létesítésében. Szakmai felkészültsége, az oktatás és képzés területén szerzett több évtizedes tapasztalata, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalkuvás nélküli támogatása méltóvá teszi az egyetem díszpolgára címviselésére. Felkérem Gulyás Gergely miniszterurat és Koltai András rektorurat az elismerés átadására, fáradjanak a színpad elejére. Felkérem vezérőrnagyurat, hogy vegye át az elismerést. Tábornok úr, gratulálunk az elismeréshez, rektor úr, miniszter úr, köszönjük szépen, és foglaljanak helyet. Kedves vendégeink, egyetemünkön hagyományjá vált, hogy a tanévnyitó ünnepségen ízelítőt mutattunk be az egyetemi életről az elsőéves hallgatóknak. Rendezvényünk végéhez közeledve kérem, tekintsék meg azt a rövid filmet, amelyet az előző tanév legjobb pillanataiból állítottunk össze.
Az elmúlt percekben az előző tanév legérdekesebb pillanataiból láthattak egy összeállítást. Hölgyeim és uraim, rendezvényünk végéhez értünk, ünnepségünk zárásaként. Megkérem önöket, hogy állva hallgassuk meg a szózatot, majd miniszter úr elköszön a hallgatóktól. Ezt követően kérem, maradjanak állva, amíg az ünnepség elnöksége kivonul. Hölgyeim és uraim, viszontlátásra!